Első fejezet. Lucinda, az a bolond tündér, nem is akart megátkozni. Éppen ellenkezőleg, meg akart ajándékozni. Életem első órájának keserves könnyei adták az ötletet. Együttérző pillantást vetett édesanyjára, és megérintette az orromat. Az engedelmességet ajándékozom neki. Ella mindig engedelmes lesz. Hagyd abba a sírás, gyermekem! Abba hagytam. Apa, mint mindig, akkor is üzleti útra ment, de Mendi a szakácsnőnk ott volt velünk. Ő és édesanyja rémülten igyekeztek megértetni Lucindával, milyen szörnyű dolgot művelt, de hiába. El tudom képzelni a jelenetet. Mendit a szokásosnál élesebben kirajzolódó szeplőivel, zilált őszhajával, méregtől remegő tokával. Édesanyát a szüléstől nedves barna fürtjeivel, ahogy csendesen tiltakozik, és a fény kialszik a szemében. Luszintát nem tudom elképzelni, mert még sosem láttam. Nem volt hajlandó visszavonni az átkot. Az első kellemetlenség az ötödik születésnapon monadódott. Világosan emlékszem arra a napra, de lehet, hogy csak azért, mert annyiszor hallottam már a történetet Mendi-től. Fenséges, hat rétegű tortát sütöttem a születésnapodra, mondogatta. A szobalányunk Berta gyönyörű ruhát vart nekem külön erre az alkalomra. Még kéket, fehér sejemővel. Már akkor is kicsi voltál a korodhoz, fehér szalaggal a fekete hajadban, és az izgalomtól kipirult arcoddal egészen úgy festettél, mint egy porcelánbaba. Néten az inasunk virágot szedett, amit egy vázában az asztal közepére állítottak körülültük az asztalt. Apa természetesen ismét távol volt. Izgatott voltam. Végig néztem, ahogy Mendi sütötte a tortát, Berta varta a ruhát, és néten szedte a virágot. Mendi felszeletelte a tortát. Egyél, mondta szórakozottan, és elém rakott egy szeletet. Az első falat mennyei volt. Boldogan tüntettem el az egész szeletet. Mikor végeztem vele, Mendi újabbat vágott. Ez már nem ment olyan könnyen, de valahogy legyűrtem. Nem adtak többet, mégis tudtam, hogy tovább kell lennem. A villámat a megmaradt tortába mélyeztettem. – Mit csinálsz, Ella? – kérdezte édesanyja. – Te kis malac! – nevetett Mendi. – Hadd egyenem, mennyit akar, Lédi, Ma van a születésnapja, és egy újabb szeletet tett a tányéromra. Borzasztóan éreztem magam, és félnék kezdtem. Miért nem bírom abba hagyni az evést? Csak nagy küzdelem árán tudtam nyelni. Minden egyes falat ragacsos masszaként nehezedett a nyelvemre, ahogy próbáltam leerőltetni. Sírva ettem tovább. Édesanyja kapott először részbe. Hagyd abba az evést, Ella! – parancsolta. Abba hagytam. Bárki befolyásolni tudott parancsokkal, de csak az olyan utasításoknak volt hatásuk, mint például vegyél sálat, vagy menj lefeküdni. Nyugodtan semmibe vehettem a szeretném, ha felvennél egy sálat, és miért nem mész lefeküdni féle kívánságokat és javaslatokat. Parancsal szemben viszont tehetetlen voltam. Ha valaki felszólított volna, hogy másfél napig fél lábon ugráljak, meg kellett volna tennem. De a fél lábon ugrálás még semmi, ha megparancsolja valaki, hogy vágjam le a saját fejemet, azt is megtettem volna. Minden percben veszélyben voltam. Ahogy nőttem, megtanultam késleltetni az engedelmeskedést, de drágán megfizettem minden egyes másodpercért. Zihálás, émegés, szédzülés és egyéb tünetek voltak a következményei, és soha nem sikerült sokáig kitartanom. Már néhány perc is kétségbe esett küzdelembe került. Volt egy tündérkeresztanyám, akit édesanyja megkért, vegye le rólam az átkot, de ő azt felelte, hogy egyedül Lusinda teheti meg, bár elképzelhető, hogy egyszer majd az ő segítsége nélkül is megtörik. De fogalmam sem volt, hogyan. Azt sem tudtam, ki a tündérkeresztanyám. Lusinda átka a helyet, hogy könnyen kezelhető tett volna, lázadót nevelt belőlem. Igaz, az is elképzelhető, hogy ilyen volt a természetem. Édesanyja ritkán adott utasításokat, apa pedig, aki semmit sem tudott az átokról, ritkán látott ahhoz, hogy rendelkezzen velem. De Mendi állandóan parancsolgatott. Jóformán levegőt is alig vett közben. Voltak barátságos és neked akarok jót fajta parancsai, szedd össze magad, vagy Tartsd a tálat, amíg felverem a tojást, kicsim. Akármilyen ártalmatlanok voltak ezek a parancsok, mégis utáltam őket. Tartottam a tálat, de közben fel alá a konyhában, hogy Mendinek követnie kelljen. Ilyenkor összeszidott, és megpróbált pontosabb utasításokkal megfékezni, de ezeket is könnyen kijátszottam. Gyakran jó sokáig tartott, mire elkészültünk valamivel. Édesanya nevetett rajtunk, és felváltva noszogatott mindkettőnket. Végül mindannyian kacagtunk, és egyikünk engedett, vagy én teljesítettem Mendiú haját, vagy ő váltotta a parancsot kérésre. Volt, hogy szórakozottan parancsot adott, ilyenkor megkérdeztem. Igazán muszáj? Ettől aztán észbe kapott, és helyesbített. Nyolc éves koromban volt egy Pamela nevű barátnőm, az egyik szolgálónk lánya. Egyszer együtt ültünk a konyhában, és néztük, ahogy Mendi marcipánt készít. Amikor Mendi leküldött manduláért a kamrába, mindössze két szemet hoztam. Erre visszaküldött pontosabb utasítással, amit követtem ugyan, de újra meghiúsítottam az akaratát. Később pamelával kivonultunk a kertbe. Miközben faltuk az édességet, megkérdezte, miért nem engedelmeskedtem elsőre Mendinek. Utálom, a parancsolgat, feleltem. Én mindig szót fogadok az idősebbeknek, fontoskodott. Mert neked nem muszáj. De igen, különben apu elfenekel. Jó, de az nem ugyanaz. Engem elvarázsoltak. Élveztem a szavak jelentőségét. A varázslat nagyon ritka dolog. Lucinda volt az egyetlen tündér, aki meggondolatlanul embereket varázsolt el. Mint csípke igen, csak én nem fogok száz évig aludni. Hát mi ez a varázslat? Elmondtam neki. Akárki, akármit parancsol, engedelmeskedned kell. Akkor is, ha én? Bólintottam. Kipróbálhatom? Nem. Erre nem számítottam. Másra tereltem a szót. Fussunk versenyt a kapuig. Jó, de megparancsolom, hogy veszíts. Akkor nem akarok versenyezni. Parancsolom, hogy versenyez, és parancsolom, hogy veszíts. Versenyeztünk, veszítettem. Szamócát szedtünk, és neki kellett adnom a legédesebb, a legérettebb szemeket. Játszottunk a hercegnő és az orgot. Én voltam az org. Egy óra elteltével behúztam neki. Sikítozni kezdett, és ömlött a vér az orrából. Aznap véget ért a barátságunk. Édesanyja új állást keresett Pamela anyukájának, jó távol a városunktól, Freltől. Édesanyja megbüntetett a verekedésért, aztán ritka dologra szánta el magát. Megparancsolta, hogy soha senkinek ne beszéljek az átokról, ám ez fölösleges volt. A történtek után nem is tettem volna. Valamivel a tizenötödik születésnapom előtt édesanyával mindketten megfáztunk – Mendi kúrált minket a répából, póréhagymából, zellerből és egy szarvú szörből készített gyógylevesével. Pompás íze volt, de mindketten írtóztunk a zöldségek között túlszkáló, hosszú, sárgás-fehér szőrszálaktól. Apa távol volt, így édesanya, ágyában ülve ittuk meg a levest. Ha otthon lett volna, nem ebédelhettünk volna abban a szobában, mert nem szerette, ha a közelében lábatlankodom. Mendi utasított, hogy igyam meg a levest. Kerletlenül kortyolgattam hát szőrszálastól, és fintorogtam Mendire a háta mögött. Megvárom, amíg kihűl, mondta édesanyja. Aztán mihelyt Mendi kiment, kialázta az egy szarvú szőrt, megette a levest, és visszatette a szőrszálakat az üres tányérba. Másnapra meggyógyultam, de édesanyja sokkal rosszabbul érezte magát. Olyan rosszul, hogy enni sem tudott úgy érzé, mondta, mintha kés volna a torkában, és faltörőkos a fejében. Hideg borogatást tettem a homlokára, és meséket mondtam neki, hogy jobban legyen. Régi, ismert mesék voltak, amiket itt-ott átköltöttem, és sikerült néha megnevettetnem. Igaz, hogy a nevetése köhögésbe fulladt. Mielőtt Mendi elküldött lefeküdni, édesanyja megcsókolt, és így szólt. Jó éjt egyetlenem. Szeretlek. Ezek voltak az utolsó szavai hozzám. Ahogy kimentem a szobájából, még hallottam a mendihez intézett szavait. Ne küldj Sir Peterért, nem vagyok olyan beteg. Sir Peter, vagyis Peter Baruch, apa volt. Édesanyja másnap ébren volt, de álmodott. Tágra nyitott szemmel, láthatatlan udvaroncokkal csevegett, és közben idegesen rángatta az ezüst láncát. Mendi és én ott voltunk vele a szobában, de hozzánk egy szót sem szólt. Néten, az inasunk elment az orvosért, akinek első dolga volt, hogy elküldött édesanyja mellől. A folyosó kihalt volt. Lementem a csiga lépcsőn, és arra gondoltam, milyen jókat csúszkáltunk édesanyával a korláton. Persze csak olyankor, amikor egyedül voltunk. Ha volt valaki a közelben, azt csuttogta. Méltóság teljesen kell viselkednünk, és előkelően lépkedett le a fokokon. Én megkövettem, és utánoztam a mozdulatait, küzdve természet adta ügyetlenségemmel. Boldog voltam, hogy vele játszhatom. De amikor tiszta volt a levegő, szívesebben csúszkáltunk, és kiáltoztunk közben. Aztán felrohantunk, hogy másodszor is lecsúszunk, meg harmadszor meg negyedszer. Mikor leértem a lépcsőn, kinyitottam a nehéz bejárati ajtót, és kisúrantam a verőfényes napsütésbe. Hosszú volt az út a régi várig, de kívánni akartam valamit, mégpedig azon a helyen, ahol a legnagyobb az esélye, hogy a kívánságom meghallgatásra talál. A várat üresen hagyták, még mikor Gerald király kisfiú volt, és csak olyan különleges alkalmakkor nyitották meg, mint például egy nagyobb bál, egy esküvő, vagy hasonló fontos esemény. Berta minden esetre azt állította, hogy kísértetek járják, néten szerint pedig nyüzsögnek benne az egerek. Kertje elvadult, és Berta megesküdött volna rá, hogy a gyertyafáknak varázserejük van. Egyenest a gyertyaligetbe mentem. A gyertyák kisfák voltak, amiket megmetszettek és kikötöztek, hogy gyertyatartó alakot formáljanak. Ha kívánni akarsz, kell valami, amit felajánlasz cserébe. Behúnytam a szemem, és gondolkodtam. Ha édesanyja hamar felépül, nem csak engedelmes leszek, hanem jó is. Megpróbálok leszokni a két bal kezességről, és kevesebbet bosszantom Mendit. Édesanyja életéért nem alkudoztam, mert eszembe sem jutott, hogy halálos veszélyben van. Második fejezet Gyászoló gyermeket és férjet hagyott maga után. Enyhítenünk kell bánatukat. Fejezte be majdnem egy órás monoton beszédét Tomás főkancellár. Egyes részek édesanyáról szóltak, Legalábbis erre utalt a sűrűn elhangzó Lady Elinor, vagyis Elinor bárónő kifejezés. De a személy leírás, kötelességtudó szülő, királyhű polgár, odaadó hitves, inkább élet volna a főkancellára, mint édesanyára. Beszélt még a haláról, de főleg arról szónokolt, hogy milyen fontos kírja, Gerald király, Csármond herceg és az egész uralkodó család tisztelete. Apa megfogta a kezemet. A tenyere nedves volt, és meleg, mint a mocsár, amiben vízi szörnyek élnek. Azt kívántam, bár csak megengedték volna, hogy Mendi és a többi szolgáló mellett álljak. Elhúztam a pától a kezem, és odébb mentem egy lépéssel. Utána jött, és újra megfogta a kezemet. Édesanyja koporsója fénylő mahagóniból készült. Faragott tündérek és manó díszítették az oldalát de jó volna, ha a tündérek életre kelnének, és valamilyen varázslattal visszahoznák édesanyát. Egy másikkal pedig elküldenék innen apát. Talán a tündér keresztanyám is megtenné, ha tudnám, merre keressem. Ahogy a főkancellár beszéde végére ért, az én feladatom volt lehajtani a koporsó fedelét, hogy leereszthessék édesanyát a sírba. Apa a vállamra tette a kezét, és előre tolt. Édesanyja szája szigorú volt, pont az ellenkezője, mint az életben. Ennél is szörnyűbb volt látni kifejezéstelen arcát. De a legjobban, a lecsukódó koporsó fedél nyikorgása fájt, és a tompa amivel bezárult. Meg a gondolat, hogy édesanyját a dobozba zárták. A napközben elfolytott könnyek egyszerre kitörtek belőlem. Ott álltam az egész királyság előtt bőgtem, mint egy csecsemő, és képtelen voltam abba hagyni. Apa magához szorított. A többiek azt hihették, vigasztalni próbál, de valójában csak a hangomat akarta elnyomni. Sikertelenül eleresztett. Öredj innen, és csak akkor gyere vissza, a csöndben tudsz maradni, sziszegte. Kivételesen örültem, hogy engedelmeskednem kell. Futásnak eredtem. Megbotlottam a nehéz fekete ruhában, és hasra estem. Mielőtt bárki felsegíthetett volna, újra talpon voltam, és sajgót érdekkel rohantam tovább. A temető legnagyobb fája szomorú fűz volt, egy sírófa. Átvágtam a levélfüggönyön, és keservesen sírva hasra vetettem magam. Mindenki édesanya elvesztéséről beszélt, pedig ez nem volt igaz. Édesanya nem veszett el, hanem elment örökre akárhol kereshetem, egy másik városban, egy másik birodalomban, tündérországban vagy gnomföldön, soha nem fogom megtalálni. Nem beszélgetünk és nevetünk már mi ketten, nem úszunk a Lukárnó folyóban, nem csúszkálunk a korláton, nem ugratjuk Bertát és nem művelünk együtt egy csomó huncutságot. Miután kísértem magam, felültem. A ruhám csupa sár lett, ezt le kéne festeni, mondta volna Mendi. Mennyi idő telhetett el? Vissza kellett mennem. Apa megparancsolta, és az átok nem hagyott nyugodni. A fűzfa mellett Csármond herceg nézegette az egyik sírkő feliratát. Még sosem láttam ilyen közelről. Vajon hallotta, hogy sírok? Bár a herceg csak két évvel volt idősebb nálam, sokkal magasabb volt, és pont úgy állt, mint az apja szétvetett lábakkal, kezével a háta mögött, mintha az egész birodalmat akarná szemügyre venni. Hasonlított is a királyra, csak a vonásai lágyabbak voltak. Mindkettőjük haja göndör volt és szűk és barna, bőrük pedig kreol. A királyhoz még nem jártam elég közel, hogy megállapíthassam. Az ő óra körül is megfigyelhetőek-e az ilyen sötét bőrön egyébként meglepő szeplők. Az unoka testvérem volt, mutatott a herceg a sírkőre. Sosem szerettem. De édesanyádat kedveltem. Elindult vissza édesanya sírjához. Azt várta, hogy vele menjek. Be kell vajon tartanom a trónorökösnek kijáró távolságot? Követtem. Olyan távolból, hogy egy hintó elfért volna közöttünk. Közelebb jött. Láttam, hogy ő is könnyezett de az arca nem volt olyan maszatos, mint az enyém. Szólíthatsz csárnak, mondta hirtelen. Mindenki így hív. Komolyan? Csendben sétáltunk tovább. Apám is csárnak szólít, tette hozzá. A király? Köszönöm, mondtam. Köszönöm, csár, javított ki. Majd így szólt. Édesanyád meg tudott nevettetni, Egyszer egy fogadáson Thomas kancellár beszéde alatt a zsebkendőjével babrált. Láttam, mielőtt tapád összegyűrte. A kendő széléből megformálta a kancellár nyitott szájú, előreugró álló profilját. Ha a kancellár kék lenne, teljesen egyformák lettek volna. Vacsora nélkül kellett távoznom, mert féltem, hogy kitör belőlem a nevetés. Már majdnem visszaértünk, amikor elerett az eső. A távolban egy alakot láttam édesanyja sírjánál. Apa volt az. Hová lett mindenki? kérdeztem Csárt. Elmentek, mielőtt a keresésedre indultam, válaszolta. Szeretted volna, hogy megvárjanak? Nem, nem akartam, hogy bárki is megvárjon. Feleltem, nem titkolva, hogy apának sem örülök. Minden tudok rólad, jelentette ki Csár egy pár lépéssel később. Tényleg? Honnan? A szakácsnőnk gyakran találkozik a ti szakácsnőtökkel a piacon. Sokat mesél rólad. Rám sannított. És te mit tudsz rólam? Semmit. Mendi sosem beszélt róla. Hát te mit tudsz én rólam? Tudom, hogy nagyon jól utázol embereket, pont mint Lady Elinor egyszer az inasotokat az orra előtt utánoztad, és úgy összezavartad, hogy maga sem tudta, te vagy-e ő, vagy megfordítva. Tündérmeséket találsz ki, mindent leejtesz, és mindenben elesel. Hallottam, hogy valamikor egy egész edénykészletet összetörtél. Mert elcsúsztam a jégen. Mert kiborítottad a jégkockákat. Nevetett. Nem gúnyolódó nevetés volt. Inkább, mintha a szívből kacagna egy jó viccen. Baleset volt tiltakoztam, de mosolyogtam én is, bár még mindig remektem a sírástól. Apa meghajolt, ahogy odaértünk. Köszönöm, fenség, hogy elkísérte a lányomat. Cser viszonozta a meghajlást. Gyere, Elinor! Elinor. Soha senki nem szólított így, bár ez volt az igazi nevem. Elinor mindig édesanya volt, és ezután is ő lesz. Ella! Ella vagyok, mondtam. Akkor Ella! Gyere, Ella! Meghajolt Csármond herceg előtt, és beszállt a hintóba. Mennem kellett. Csár felsegített. Nem tudtam, hogy a kezemet nyújtsam neki, vagy hagyjam, hogy a könyökömnél toljon. A vége az lett, hogy a karomat fogta meg, és a másik kezemmel meg kellett kapaszkodnom a kocsi oldalában, hogy megtartsam az egyensúlyomat. Mikor becsukta az ajtót, a szoknyám becsípődött, és hallottam, amint végig hasadt. Apa arca megrándult. Láttam az ablakonát, hogy csár ismét nevet. Megnéztem a szoknyát, és egy húsz centis szakadást találtam a szegélye fölött. Ezt még Berta sem tudja eltüntetni. Olyan messze ültem apától, amennyire csak lehetett. Kibámultam az ablakon. Pompás esemény volt. Mindenki eljött, aki számít felben, mondta, mintha csak édesanyja temetés a logi torna, vagy bál lett volna. Nem volt pompás, szörnyű volt, feleltem. Hogy lehet édesanyja temetését pompás eseménynek nevezni? A herceg barátságos volt hozzád. Kedvelte édesanyát. Édesanyád gyönyörű volt, mondta apa a szánakozó hangon. Sajnálom, hogy meghalt. Nathan megsuhintotta az ostorát, és a hintó elindult.